És most elköldesz? Sírása görbült a szám. Nem tudok neked többet adni. Gyermek vagy még, és a lelked is egy tiszta, isteni gyermeké. Legnagyobb kincsed a harmadik szemed ereje, de azon kívül semmit sincsen. Nézz a kapun túl. Ott vár az életed egy-egy beavatási úttal minden csakra szintjén, hogy eljuss az öntudatlanságtól a tudatosságig. Tényleg hiába való volt, amit tanítottál nekem, hiába lestem minden szavad, hiába gondoltam át magamban annyiszor. Eljön majd az idő, amikor hasznát veszed. Akkorra már benned is egyre nagyobb lesz a fény, és a világ eljut majd oda, hogy szükségessé váljon, hogy ez a tudás tömegekhez jusson el. Akkor feléled majd benned minden emlék, és készen állsz majd arra, hogy mindezt megoszd másokkal. Hírmondó leszel, és krónikás. Akkorra már bőven teleírted életed könyvét, nem lesz olyan érzés, amit ne ismernél. Igen, akkor gyakorolhatsz majd. Lesz mit kitisztítanod, hidd el. Tanításod azokhoz szól majd, akik olyanok lesznek, mint akkori önmagad. Azokhoz szólsz majd, akik megjárják az anyag poklát, és készek arra, hogy kiemelkedjenek belőle. Őket belső tűz hajtja, hogy megtalálják az igazságot. És megtalálnak azok is, akik megfáradtak, akik nehézségeik súlya alatt görnyednek, beteg a testük, vagy megtört a lelkük. Most menj és bízd a sorsodra magad. Én neked most csak egy kis kitérő voltam. Tudod, csak emlékeket gyűjtöttünk erről a tudásról, hogy elővedd majd őket a legnagyobb szükség idején, és hogy emlékezz majd rám akkor is, amikor a szeretet leckéjét tanulod. Én vagyok az első képed róla. Ez a kép a szeretetről olyan erős, hogy a legnagyobb sötétség idején is visszanyúlhatsz hozzá. Megölelt, és egész közelről a szemembe nézett. Hosszú időre veszek most búcsút tőled. Mégis, amikor újra találkozunk szemtől szemben, olyan érzésed lesz, mintha csak elszenderültél volna, és álomképek peregtek volna le a szemeid előtt. Áldásom kísérjen utadon. Azért választottam ezt a részt a Karma Killerből, mert nagyon megérinti és megnyitja a szívemet minden olyan rész, amikor Anami Potárral, az akkori mesterével beszél. Amikor Potár tanítja őt, amikor Potár útmutatásokat mond neki. Amikor megjelenik neki először, és elmondja ezt az egészet. Elmondja, hogy ki ő, hogy emlék itt az ideje az emlékezésnek. Nagyon-nagyon megérinti és megnyitja a szívemet. És még valamiért választottam ezt a részt. Az a kis jógi, aki akkor volt Anami, azt érezte, hogy a mestere mellett abban az ashramban van a legnagyobb biztonságban, és ott tudja a lehető legtöbb tudást magába szívni, ott tud a lehető legjobban fejlődni, hiszen ott a mestere, az egykori mestere. És nem érti, és fáj neki nagyon azt, hogy mégis a mester miért küldi őt el, Potár miért küldi őt ki a világba, és miért mondja neki azt, hogy ő már nem tud neki többet tanítani. Biztos ismerős számotokra, illetve van a ti életetekben is számos olyan pont, amikor azt érzitek, hogy de hát ez a jó körülmény, ez az a körülmény, amit én vártam, amit én szeretnék, amit én akarok, és mégis miért billent ki belőle a sorsom, vagy bármi olyan körülmény, ami kibillent ebből, miért történik mindez. És nem tudhatjuk, és nem láthatjuk azokat az összefüggéseket, azokat a szálakat, amik mindemögött vannak. Mert minden körülmény, minden helyzet az minket szolgál. A fejlődésünket szolgálja, mi is a szeretetből van. Potár is azért küldte el Anamét, a jógit, hogy azt az isteni gyermeki lelket írja tele az élet tapasztalataival. Amikor ő elment hozzá gyermekként, jógiként, a kis jógi elment a Potárhoz, hogy megkeresse őt Árkon Bokron hegyen keresztül, éhesen, szomjasan, fáradtan, kimerülten, sebzetten, és egyszerűen ezek az érzések nem érintették őt meg, és csak ment előre, mert hajtotta az a vágy, hogy találkozhasson
valakivel az út végén, amit még nem tudott akkor, hogy Potter lesz ott, de hajtotta őt egy erő, hogy igen, menjen, és egyszerűen sem éhséget, sem vágyat, sem fájdalmat, sem fáradtságot nem érzett. És Potter tudta azt, hogy szüksége van arra, hogy az élet, az emberek, a kintlét, a külvilág adja meg mindazokat a tapasztalásokat és mindazokat a tapasztalatokat, amik fejlesztik őt, amik előre viszik őt. Így van ez a mi életünkben is sokszor, amikor tényleg azt érezzük, hogy van egy nagyon jó körülmény, és azt érezzük, hogy na végre ez az oké, megvan, és hirtelen ez borul, mint ahogy a jogit is elküldte Potter. De most már tudom, hogy bármilyen körülményváltozás jön az életemben, azt tudom, hogy azért van, hogy fejlesszen és előre vigyen engem. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és ajánlom nektek nagyon ezt a könyvet többszöri elolvasásra, mert egyszer valóban nem elég. Nagyon sokszor kell elolvasni. Én számtalanszor olvastam, és még mindig ad újat nekem is. Úgyhogy jó olvasást kívánok nektek, jó gyakorlást. Köszönöm még egyszer, hogy meghallgattatok. Sziasztok!